Parlament felszólalását, és fordulva szólítok Bőgös Zoltán, az MSZP képviselőt. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Köszönjük szépen a invitálást, nagy örömmel veszünk részt ezen a demonstráción. Több előttem szólóval voltak vitáim. Jóska ezt pontosan tudja. De szakmai vitáim, és általában azért az alapvető kérdésekben mindig egyetértettünk. Ez a föld, állami föld ellopás, ez egy olyan ügy, amiben nem lehet más véleménye egy tisztességes magyar embernek, mint amiket itt hallottunk. Nekem személyes tapasztalataim is vannak az állami földekkel kapcsolatban, hiszen egy olyan gazdaságban dolgoztam, egy olyan állami gazdaságban több évtizeden keresztül, ahol mi szerintem tisztességesen kezeltük ezt a vagyont. Tisztességesen kezeltük, hiszen nagyjából másfél hektáronként adtunk egy embernek megélhetést, 300 ipari tanulót neveltünk folyamatosan, több tucat mérnök szerezte meg nálunk a gyakorlati tapasztalatát. Ez is egyfajta hasznosítás. Természetesen, ha szabad területek vannak, vagy felszoruló területek, akkor arra is figyelni kell, hogy a családjukat, esetleg több családot is eltartani képes gazdálkodók bővíthessék a tevékenységüket. Ebben sincsen vitám. De most Magyarországon nem ez zajlott. Magyarországon az zajlott, hogy ez volt a duma, és teljesen más lett a gyakorlat. Tudják, amikor Armani öltönyös faszter paraszt akarja megmagyarázni nekünk, hogy hogyan gondolja ezt a dolgot, akkor nagyon-nagyon idegesek vagyunk. Nagyon idegesek vagyunk, mikor azt mondja, hogy helyben lakó gazdálkodók fogják ezt a földet megvenni. Tudják, hogyan volt például a Hortobágyon a helyben lakó gazdálkodóknak a bérbeadás? Hát úgy volt, váncsodom, hogy ahogy korábban egy 60-70 család élt meg ott a juhászatból, majd meghirdették az állami földbérlet vagy legelőbérlet pályázatot, és maradt kettő, aki nyert. Az összes többi, az Budapestről Debrecen környéki településre bejelentkezett Róman volt. Hozzáteszem, még nincs vége a büntető eljárás. Én azt hiszem, hogy ez egy olyan ügy, amiben nem szabad finomkodni. Ez egy olyan ügy, amiben ami lehetőség van, mindent meg kell tenni. És hát ugye vannak itt előzmények, hogy hogy is néz ki egy lopás. Üdvözlöm körünkben a Questor károsultakat, akiket nagyon-nagyon galád dolog ért. Nekik a magán megtakarításaikat és a vagyonukat lopták el. Most következik valamennyiünk vagyona a földekkel. Ők kiállnak ezért, én nagyon remélem, hogy a társadalom is ki fog állni azért, hogy ez ne következhessen be, és valahogy megakadályozzuk. De hogy mit tudunk ebbe az ügybe cselekedni? Van törvénymódosítás. Természetesen támogatni fogjuk, hozzáteszem, hogy ahhoz ugye többség kell. De hogy legalább szembesítsük a kollégákat, akik benne ebbe az épületbe, a következőt kell tennünk. Csütörtökön a minisztérium képviselőit meg fogja invitálni Legény Zsolt kollégám, aki az ellenőrző albizottság, mezőgazdasági bizottság ellenőrző albizottságának az elnöke, hogy ugye mondjam el, hogy abba a kormány határozatban mi is van leírva, amiből itt többen idéztek. Amiben vannak ezek az őrültségek, amit itt hallunk, hogy milyen garanciákat építettek, vagy semmilyen. Pontosan az van, amit az Ángyál Jóska mond, pillanatok alatt, egy fél óra alatt át lehet írni egy kormány határozatot, nem kell hozzá senki. Ez az első lépés. A másik, hétfőn kezdeményezni fogunk egy vitanapot, hogy nem ehessen úgy el az a történet, hogy erről a parlamentben ne beszéljünk. Az ország házában erről igenis beszélni kell. Azért kell róla beszélni, hogy akik a gombokat nyomogatják, azok legalább tisztában legyenek azzal, hogy mi is, mit is akarnak csinálni. És mindenkinek azt ajánlom, hogy keresse meg a saját egyéni képviselőit, nagyon egyszerű, mert mindegy pártból van. És kérdezem már meg tőle, hogy a környezetében levő állami földekkel ugyan mit akar. Mert amikor azt mondják, hogy helyben lakó gazdálkodó, milyen tisztességes gazdálkodó az, aki egy 36 éves bérleti joggal terhelt földet megvásárol, az nem gazdálkodó, kedves barátaim, spekuláns. Ugyanis, hogy egy dologra hajt, az óriási vagyonra, amit ingyen fog megszerezni, mert onnantól kezdve, hogy az övé, ő kapja a bérleti díjat, és abból a bérleti díjból lazán ki fogja fizetni a Matolcsi által adott 2,5%-os kamatot. Ez a lényeg ennek a történetnek. Ez arról szól, hogy kell a kormánynak 400 milliárd, ebből nyilván nagyon-nagyon sok óriás fogátot ki lehet majd rakni 2018-ban a jelenlegi kormánypártnak a támogatására. Mert hát azért ezt se felejtsük el, hogy ez így is működik. A másik. Helyben lakó gazdálkodók, mondják ők.
Én néhányszor megnéztem, hogy a helyben meghirdetett aranykalászos tanfolyamoknál, hát kik is lehetnek bent, mikor olyan iskolai parkolókat az ember figyelget. Hát csak szeretném mondani, kedves barátaim, hogy a genfi autószalonban nem voltak olyan jármű csodák, mint amik ott álltak, akik csak azért végeztek el családostól, gyerekestől, feleségestől, nagymamástól aranykalászos gambuta tanfolyamot, hogy bekerüljenek abba a nagyjából 60-70 ezer földműves körbe, akik majd földet vehetnek, csak hogy ezek nem helybelakó gazdálkodók, hanem közeli kis vagy nagyvárosi spekulánsok. És őnekik lesz arra pénzük, hogy ezt megvegyék. A tisztességes parasztembernek nincsen pénze, hanem hogyan lenne pénze, gondoljuk már végig. Hiszen most is majd amilyen kukorica árakra lehet számítani, abból nem marad annyi, hogy mondjuk 1 millió forintos áron bárki földet vegyen. Én azt gondolom, hogy ebben nagyon-nagyon komoly összefogás kell. Ebben egyértelműen mondom, hogy partnerek vagyunk. Minden lehetséges jogi lépéssel és egyéb akcióval is be tudunk segíteni ebbe a dologba, és be is fogunk. Hát az, hogy most kevesen vagyunk, ez egy induló helyzet. De azért még egyet mondanék. Senki ne örüljön, ha megszerzi ezt a földet. Ugyanis a következő kormánynak, legyen az bárki, ezt vissza kell államosítani. Nincs pardon, nem lehet a spekulánsok kezébe hagyni többszörös vagyongyarapodás érdekében. Ez óriási vagyonvesztés, nem kell ezen sokat gondolkodni, kell hozzá nagyjából 300 milliárd forint, és el van rendezve a történet. De ez egy kell, hogy ezt a bandát 18-ba el kell zavarni. Köszönöm szépen a figyelmüket!